Ebben a házban lakik az a család, aminek megsegítésére szinte egész Tolna megye összefogott. Az édesapa egyedül maradt 4 kisgyermekével, miután párjánál komplikációk léptek fel a 4. császármetszést követően, és egy hónapra intenzív osztályra került. A helyiek azt mondják, az asszony hetekig élethalál között feküdt a kórházban. Aggódtak és aggódnak érte a mai napig. Hát egyik nap jobban van, másiknak összeomlott. Hát még jó, hogy kikerült az intenzívről, tehát most már nincs elterhelés. Nagyon oda volt, amikor bementek már az orvosok, mondták, hogy imádkoznak, már értem, már égett a mécses, és már annyira van. A legkisebb gyermek még csak 4 hónapos, a legnagyobb alig múlt 5 éves. A család fenntartó egyedül látja el a kicsiket, ez miatt kénytelen volt táppénzre menni. A munkahelyén azonban várják vissza, és megértik a speciális élethelyzetet. Több szervezet és sok környékbeli fogott össze a család megsegítésére. A falu lakói fát, élelmiszert, gyermekruhát visznek a családnak. A faddi élelmiszerboltokban adománygyűjtő dobozokat helyeztek ki. A bolt dolgozói azt mondják, ők is meglepődtek, milyen sokan szeretnének segíteni a családnak. A paksi Pákolic István városi könyvtár munkatársai is adománygyűjtésbe kezdtek, és a faddi önkormányzat is úgy döntött, anyagilag segíti a családot. Megmozdultak a faddi emberek, mint már sokszor máskor is, és próbálnak segíteni a rászorulókon. Az önkormányzat is felajánlotta azt a segítséget, amit adhatunk. A gyerekeit jelenleg egyedül nevelő férfi kameránk elé nem kívánt állni, de elmondta, mennyire hálás a segítségért, és bízik benne, hogy párja hamarosan kikerül a kórházból.